Azt szeretném kérni Demeter Szilárdtól, hogy ne mondjon le, semmi esetre sem. Ahhoz, hogy ezt a beteg rendszert szét lehessen venni 22-ben, nagyon fontos, hogy ne mondjon le senki. Ha egy kormánypárti politikus vagy bármilyen megbízott ember akármilyen vállalhatatlan dolgot tesz vagy mond, le nem mondjon. Szilárd, maradj Szilárd, gránit Szilárd, mint az alaptörvény. Na jó, azért annál lehetsz egy picit Szilárdabb. Ba -ba 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 van a parázatok, da 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 de vigyázz, majd rátok, nézzetek, itt maradok veletek. Szilárd, legközelebb, akkor mondj olyat, hogy a soros az náci, mi meg a zsidók vagyunk, és az EU a gázkamra, hogyha majd hajnali ötkor becsöngetnek hozzá soros emberei, összeszednek téged a családoddal együtt, asszonyostul, gyerekestül, szépen felpakolnak egy vonatra, aztán irány a tábor meg a valódi gázkamra. Amíg ez nem következik be, addig ha lehet, akkor inkább hallgass, jó? Köszi. Egyébként pedig az ellenzék és a 22-es kormányváltás szempontjából a legjobb az, amit most Orbánék művelnek. Egyfelől visszavonják a gázkamrázást, vagyis elismerik, hogy morálisan vállalhatatlan volt ez a szöveg, majd ott hagyják a demetert a helyén. Hát ezt így hogy? Mi történt? Most már meg se kérdezitek a habony. Hát fel kéne hívni is kacok. Hát, ő azért valamennyire érezte, hogy mikor mit kell reagálni. Vagy akkor tessék belállni rendesen ebbe a sztoriba. És a rengeteg sorosozással a hátatok mögött, hát nyugodtan vállaljátok be, hogy igen, szerintetek Soros György, meg az EU, meg a Nyugat az új náci, és mi vagyunk a zsidók. Higgyétek el, a Soros kampány után már semmi nem ciki. Akik lejárattátok magatokat ezzel, azok már úgyse fognak rátok szavazni. Szóval, akkor inkább zsidózatok bátran és nyíltan. Az égvilágon senki nem fog meglepődni rajta. Maximum köves lomó, de hát ő már kezdetektől azt se tudja, hogy hol van. Vagy ha ez mégis kellemetlen nektek, akkor viszont rúgjátok pofán a szilárdkát, de olyan erővel, hogy kiessen a székéből. Vagy vagy. Kettő együtt az nem fog menni. Ezzel az egyrészt, másrészt politikával elutóbb le fogtok bukni. Visszavonta, nem úgy gondolta, de azért nem mond le. Ah. Meg mit hallok a római egontól? A minisztérium nem engedi el a sziládkát az ATV-be. A sziládka pedig el akart menni, semmi más nem kért a télapótól, csak hogy elmehessen a csatba védeni a véthetetlent. Meg is ígéri, hogy elmegy, de a minisztérium nem engedi el. Hát hány éves Demeter Szilárd? Nyolc, mert egy nyolc éves gyereknek esetleg valóban meg lehet tiltani, hogy elmenjen a televízióba vitatkozni, mert ő mondjuk cselekvőképterem. Hát úgy tűnik Demeter Szilárd is az. De miért? De miért? Miért cselekvőképtelen Demeter Szilárd? Hiszen a jelek szerint nagykorú. Esetleg szellemi fogyatékos? Jó, hát mondjuk, a ilyeneket mond, hogy Európa soros gázkamrája, hát meg mi vagyunk az új zsidók, az a tényleg lehet valami gondagyilag, de azért ez erős lenne, mármint, hogy a Fidesz ilyen következtetésre jut. <coughs> Coca -Cola egy cselekvőképes ember általában önmaga dönt arról, hogy elmegye a csatba vitatkozni, vagy sem. Azt a feltételezést, hogy valami nincs rendben az agyában, az is erősíti, hogy ezt a gázkamrás publicisztikát Bencsik András kifogástalannak tartja. Azt az írást, amit Szilárd vagy valamelyik főnöke már vissza is mond. De Bencsik nem hátrál meg, ő továbbra is egymaga küzd soros csapataival. Bencsik szerint semmi kivetnivaló nincs a cikkben, ez az egész egy műbalhé. Oké, akkor viszont miért kellett visszavonni. Miért törölte Demeter az egész Facebook oldalát? Srácok, nincsenek egyeztetve az álláspontok. De mit történtene erre? Hol van az olajozottan működő kommunikációs gépezet? Mondom, fel kéne hívni a habonyt, de gyorsan. Vagy inkább visszahívni. Az lenne a legjobb. de itt maradok veletek